Ez az anya tartja ezt a folyós csuklót, pontosabban gömcsuklót, ez egy autó gömcsukló, és ledaraboltam a vonó részt, mert elrébb akarom hozni annyival, hogy egy kanna olaj még ide férjen, tehát egy 5 literes kanna ide fér, ott a motor az körülbelül 8 kg, tehát enyhén far nehéz lesz. Itt pedig a pótkeréktartó van. Ez egy 10 centit, 8-at bele fogok toldani. Jó lesz! Kis takarítás. Elég sokat kell... kiesett a szemem. Elég sokat kell neki rángatni. Mire leérünk Marokkóba. Szépen lepucolgattam. Akkor én azt szeretném, hogyha ez a kanna ez valahol itt lenne. Úgy kitalálom, hogy magam sem hiszem el. Az első nekifutásból mondjuk itt elvágjuk. Hát úgy kell kalkulálni, hogy ugye a motor, meg az én súlyom az eléggé, mennyi lehet ez? 5-6-7 centi biztos lejjebb megy, majd úgy kell kalkulálni, hogy most inkább föntebb álljon. Kell még egy kis varacskolás, ugyanőbb. De én nincs egyenes be, ilyenkor szoktam letörni. Akár jó is lehet. Na, nem tudom, mennyire látszik, majd most látszani fog. Ahogy terhelem ugye a motort, a hátra jó ugye megnyik. Kérdés, vajon elég a boldogsághoz? Mert ha elég ugye bár, akkor jó van. De ha nem, na akkor még mindig van két választásunk. Szerintem most lesz jó. Jaj! Tehát, hogy most a jó, mi? Most állunk vízszínbe, a lenyomom előre bukik.
Na, van az emberben egy kis para azért ilyenkor, nem is nagy, de minden esetre mégiscsak messzire megyünk. Azt szerveztem el, hogy ide hegesztés elé még kapni fog egy pici darab csövecskét, meg kell támasztani. Megpróbáltam olyan szögbe elvágni, hogy ide valahova jó is legyen. Úgy látom, hogy nem sikerült elsőre. Az alsóban egy picit be kell dönteni. Csiszolás, megszelés, szexelés. Már majdnem jó, még ennek ezt a részét kell egy kicsit majd. Még az alja még mindig nem jó. Mehetünk a Dakarra. Afrika! Hát nem vagyok egy heggesztő bácsi. De viszont kokányolni nagyon tudok. Na jó lesz ez. Csak ide megyünk úgyis, nem messze. Ho, Afrika! Nem probléma. Hiii, az anyja mindenit. Ide kell neki csinálni egy talprészt. Sőt, egy olyat, ami mindkét végén föl van hajlítva. Jó, oldalra sem menjen ki. Nagyon jó. Sőt, lehet, hogy amivel a pótkereket rögzítem, nem már menni akar. De jó, én is. De a pótkereket rögzítem, de hogy bele tudom fűzni, akár jó is lehet. Az a jó, a szoros. Az a jó, a szoros, nem? Mindenki azt szereti. Ez egy Dexion-s algó polc volt valamikor. És kicsit nyitottam a szögén, ráadásul ívelve. Ez is íves. Ez az ív, meg ez az ív. Most azt játszom éppen, hogy meddig vágjam be, hajtsam föl. És mindig nem elég, de még rá kell számolnom a rádiuszt, mert hogy csőre megy. És itt a rádiusz aló. Hát nézzük körülbelül. Még mielőtt elvágja az ujjamat. Ó! Nyíd a he! Mondaná Tekes Laci barátom. Nyíd a he! Itt még be kell vágni, hogy föl tudjam hajtani a kanavárónak a széleit. Igen, igen. És azt még most kell megcsináljam. A hajtás anyagvastagságot rá kell számolni. Úgyhogy tudok még alá tenni egy kis valamit, hogy ne dörzsölje ki az anyagot. Nyilván a széleit is majd úgy kell kialakítani, hogy jó legyen. És mindez nem jött volna létre, ha nem akarnánk elmenni a világ végére. Gyere velem! Ezt nézd! Ezt nézd, öcsém! Beszarsz! Na! Már majdnem valamire jó is lenne. Egy nagyon pici ívet úgy látom adni kell neki. Aha! Jó, az nagyon megy. Ívelni azt macskosó tudok. Ezt nézd meg, öcsém! Oda bizbasz, lesz ebből valami.
még azt nem tudjuk, hogy mi. Azaz. Akkor a kétütemű motor olajnak is meg lesz lassacskán a helye. Hátul a motor, elő meg vár Gibraltár. Az én kis kecskémmel. Hát halljátok, az elmegy odáig meg vissza. De legalább odáig. Az már valami lesz. Hát vannak itt ilyen bencsem-bencsem dolgok. Mert babettán szállni élvezet. Gyorsabban száll, mint a képzelet. Kicsit katasztrófa. Ami itt uralkodik. Nem baj. Nem baj, a zseni az úrrá lesz a káoszon, azt mondják. Hülyének kell a rend. Tulajdonképpen ez oldalra is megtart. Jön a barátom. Azért ez már. Emberek. Ez tetszik. Ha-ha! Hátulra a motor. Középre meg. Leditke. Remélem, hogy volt köztetek olyan, aki kiszúrta, hogy ez bizony, ez így sánt a dolog egy kicsit, ezért csináltam egy ilyen tudományt, láttam már jobbat is. Tulajdonképpen az volna a lényege, hogy amikor a csavart összehúzzuk, ugye a cső ne deformálódjon el, mert ha deformálódik a cső, ugye enged a csavar szorításának, összébb megy, és elkezd lógni, a lógásból kotyogás, a kotyogásból törés, szakadás következik be. Úgy látom, beleesni nem fog, én attól féltem, hogy kicsit fog bele fog esni. Mert hogy ezt már kifelé húzni nem lehet. De durva! Nem bánnám bele menni, biztos. Véletlenül kiessen. Leheggeszem. Véletlenül kiesik. Ha? Majd átfúrom. 8 és felesse. De jó meleg volt ez a csavar. Baj! Legalább nem volt hideg. Ó, még az se baj, helyen szorosan maradt. Tök jó. Tök jó. Na így mászt meg lehet húzni kajakra. Az alsó cső az vastag falu. Azt hiszem, hogy azzal nem lesz olyan nagy baj, annál is inkább nem lesz, mert nem is tudok valamit csinálni. Alakul a molekula, mocorog az atom. Valami ilyen. Ilyen helyen vannak a szerszámok. Az egészet ki lehet forgatni. Ahova akarod, hogyha esetleg autó akar beállni, akkor félre lehet szakérteni. De általában itt szokott lenni közép izave. Megvan melyiknek az egyes, a kettes, a hármas, négyes, ötös. Akkor nincsen annyira útba, csak a babetta kormányba szokott bele akadni. Jaj, hát megyünk kirándulni. Hát megyünk a nyúlba. Igaz? Megyünk a nyúlba.
Jól van. Ez is szelelő cicám. Ez a mozgó kéztörlő. Nézzük. Ám egy kicsi simogatni kell. Alakul. Tehát ezek a csíkok, ezek a fekete csíkok, ezek azok benne. Jó van te. Hülye. Hát azt hiszem főbb szempontok megvannak. Lámpát kell majd ide szakérteni. Aztán, mert hogy ez a lámpa, ez csak a motort világítaná meg. Úgy örülök. Nagyon jó, meg a tetőcsomagtartót kell megcsináljam, mert hogy nyíláskor beleér a kerékbe. És az nekünk nem jó. Úgyhogy ezzel ezt is át kell alakítsam. Ez lesz a következő action meg a festés.